Azt hetek óta tudtuk, hogy nagyon fontos mérkőzés várt szombaton a Fehérvár KC-ra a Kiskunhalas ellen, és azután, hogy pénteken a Veszprém legyőzte a harmadik Érdet, ez hatványozottan is igaz volt. Így valós esélye nyílt az FKC-nak a legjobb négybe kerülésre, ehhez azonban Tilingeréknek le kellett győzni a Halast. Hogy a túlzott akarásnak vagy másnak volt köszönhető, nem tudjuk, de rég nem látott rossz első félidőt produkált a csapat elsősorban védekezésben. Beszédes adat, hogy 10 perc alatt több gólt kapott az FKC, mint egy héttel korábban a Dunaújváros ellen 30 alatt. A félidőben 20-12-re vezetett a Vlagyimir Golovin vezette meglepetés csapat, csak összehasonlításképpen a Dunaújváros az egész meccsen lőtt 18-at. A második félidőben azonban már az a Fehérvár volt a pályán, amelyet az utóbbi időben megszokhattunk. Kiválóan működött a védekezés, Szikora pedig elképesztő 67%-os hatékonysággal védett a játékrészben. Elő pedig végre bejöttek a figurák, a lövések, szép lassan közeledett egymáshoz a két gárda, a Fehérvár 15 perc alatt ledolgozta 8 gólos hátrányát, 10 perccel a vége előtt pedig már 2-vel vezettek Trissukék. Emberovics 58. minutumban lőtt góljával pedig végérvényesen eldöntötte a találkozó sorsát, 30-26-ra nyert a parádés második félidőt produkáló Fehérvár. Az első szerintem a fejbe, hogy azt a 8 gólos előny nem tudunk elveszíteni. Második félidő is így kezdődik, hogy se nem akartunk ütközni. Gyenge lett a védekezésünk, azért is negyedik percben kértem idő, de sok minden nem változott. És utána bármennyire a helyzetek is voltak, nem tudtuk befejezni. Olyankor még a szerencsé is máshoz partolt. Egy pillanat meg pont Fehérvár már önbizalmat szerzett, és könnyű gólokat sikerült nekik lőni. Mi szétöstünk, ők meg szárnyaltak. Az első fél időben abszolút szétszórtak volna, teljes káosz volt a fejekben. A védekezésünk romokban volt, én is romokban voltam, egy labdát sem fogtam, talán egy labdát fogtam. Az öltözőbe kaptunk egy nagy felmosást, azt terveztük, hogy 7-8 kapott gólt engedhetünk meg magunknak a második fél időben. Akkor talán lesz esélyünk, hogy felzárkozzunk, illetve kihozzuk a mérkőzést egy X-re vagy egy győzelemre. Hát ez jobban sikerült, csak 6-ot kaptunk, és nagyon sokat lőttünk. It was just not good. Nem könnyű kimondani, de nem voltunk jók a mérkőzés elején. Sokat hibáztunk támadásban, és ebből lőtt könnyű gólokat az ellenfelünk. Nem volt jó a védekezésünk, ezért is kaptunk több gólt egy fél idő alatt, mint legutóbb egy egész meccsen, ezen változtatnunk kellett. A szünetben a dunaújvárosi teljesítményünkről beszéltem a lányoknak. Mondtam nekik, ha gyorsan lövünk néhány gólt, lehet esélyünk. De azt is elmondtam, hogy nyugodtnak kell maradniuk. Azt kérdeztem tőlük, mit akarnak játszani védekezésben, és azt felelték, maradjunk a hatos falnál, ezt jól megoldották a folytatás. És Szikora Melinda is remekelt a kapuban. Ez magabiztosságot adott nekünk a folytatásra. Ha jól védekezzel, nincs rajtad a nyomás elől, így sokkal könnyebb játszani. Minden elismerésem a lányoké, nagyon tetszett, ahogy a második 30 perc során kézilabdáztak. A győzelemmel elérhető közelségbe került a legjobb négy közéjutás. Két fordulót rendeznek még az NB1 alapszakaszából, az FKC előbb Győrbe látogat, majd 31-én fogadja az Érdet. Ha Szabó Edina csapata kikap a 21. körben a Fraditól, akkor a zárófordulóban a Fehérvár Érd mérkőzésen dől el, melyik csapat játszhat elődöntőt.